Sziasztok! Sziasztok! Öreg, te mit csinálsz? Már? Csak mondom, menjél szépen. Innen nagyon gyorsan. Szevasz! Sziasztok, én Arnold vagyok, ez pedig a BYNOK Customs. A mai videó egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis nem egy NBA-s kártyát hoztam most nektek. Agyaltam rajta, hogy elkészítsem el, de miután ennek a YouTube csatornának az a neve, hogy BYNOK Customs, így gondoltam, talán beleférhet egy nem NBA-s is. No, de akkor kicsoda, hogyha nem NBA? Amikor 2019-ben elindítottam ezt a YouTube csatornát, akkor rátaláltam egy nagyon kedves és tehetséges YouTubernek a csatornájára, ahol segítséget kaptam ahhoz, hogy magát a videónak a vágását hogyan kell elkészíteni. Előtte még sosem foglalkoztam ilyennel, úgyhogy teljesen hülyén álltam hozzá, és nagyon-nagyon sokat segített. Ő nem más, mint Peter McKinnon, aki egy fotós, vlogger, készít tutoriálokat is Premiere Pro-ból, Photoshop-ból és After Effects-ből, úgyhogy nagyon inspiráló az ő csatornája, ajánlom mindenkinek. Azt már mondtam, hogy szeretem a történeteimet eléggé messziről indítani, úgyhogy ez most sem lesz másképp. 2009-ben ismerkedtem meg leginkább így a Photoshop-pal, akkor egy mixelős oldalon voltam fönt, ahol az első munkáim azok ilyen albumborítók voltak. Ott egy nagyon jó barátot szereztem, aki szintén torontói volt, és évekig tartott ez a barátság, mindig beszélgettünk, és tök jó volt. Ő inspirált engem arra, hogy fú, ezt így még meg lehetne csinálni, úgy meg lehetne csinálni, és így emiatt így tök sokat szedtem magamra Photoshop tudásból. Teltek az évek, és arra gondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha megtanulnék rajzolni is a Photoshopba. És ehhez pedig egy szintén kanadai graffitis banda volt segítségemre, akiknek nagyon szerettem a kis illusztrációikat, nagyon jó pofák voltak, és az ő videóikban láttam meg, hogy is kell használni magát a pen toolt. És igen, elérkeztünk 2019-hez, amikor is pedig Peter McKinnon megtanította nekem szintén Kanadából az, hogy hogyan kell használni a Premiere Pro-t. Úgyhogy úgy érzem, hogy azért Kanadának már tartozom valamivel. Ez a sapka, amit itt láttok rajtam, ez Peter McKinnonnak a saját signature sapkája. Az elején rajta van a James Café-nak a logója, itt oldalt Peternek az aláírása van, és belül pedig még a kis alternatív logója, az a kis kalózos kis koponya késekkel. Ez a kártya nem mezdarabos kártya lesz, ugyanis hát honnan a tökömből is lenne mezdarab hozzá. Ahogy jött a doboz és van rajta, tudjátok, ez a széles szalag szépen körbe-körbe. Ezen rajta volt a James Café-nak ez a bagoly logója, és úgy döntöttem, hogy ezt a részt ezt tök jó ki tudom vágni belőle, mi lenne, hogyha ebből készítenék magamnak egy ilyen memorabilia kártyát. A design az már ismerős lehet egyeseknek, ugyanis magának a Jumbo 1-es szériának a dizájnjára húztam fel ezt az egészet. Az elején Peter van benne a kis bagyos szalaggal, és ahogy a honlapján is van, hogy ő youtuber és kávéfüggő, hátoldalán pedig, ahogy Peter tartja a sapkát. Na de, ne csak beszéljek róla, el is készítem nektek ezt a kártyát. A hozzávalók ugyanazok, mint az eddigi videóban. És ha ezekkel megvagyunk, vágjunk is bele. Az első lépés ismét az, hogy kivágom magát a nyomtatást. Ha ezzel megvagyok, fogom szépen a kitöltőkártyát, felrajzolom rá a nyomtatásnak a lyukát, majd azt ki is vágom. Ha ezzel megvagyok, következő lépésként fogom szépen azt a kis
szalagdarabot, a hátoldalára felrajzolom a kitöltőkártyának a lyukát, majd ezt kivágom és beleillesztem. Következő lépésnek beragasztózom a hátoldalnak szánt kártyát, és összeillesztem a kitöltőkártyával, majd belehelyezem ezt a kis szalagdarabot. A következő lépésnek az így kapott nyers kártyára felragasztom nyomtatás elejét és a hátoldalát is. Utolsó lépésként pedig fogom és levágom a kártyának mind a négy oldalát, hogy pontosan legyenek az illesztések. Ezt a kis mókás intrót is egyébként az ő videójából csíptem el, és ha tetszett ez a videó, akkor nem maradt más, mint hogy lájkolj, iratkozz fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!